Kereki Blanka Gimnázium igazgatója. Írdatlan méretű sokaság ez! Itt van velünk lélekben a társadalom 75%-a! Itt van velünk lélekben a Fidesz szavazók 67%-a! Itt van 950 intézmény! Itt van 35 ezer magánember! Itt van 70 támogató szervezet! Itt van mellettem Kata, és itt van mellettem Olivér. Megígértem, én is itt vagyok. Itt van a hatalom épülete, és itt van a nép! Itt van bennünk a félelem, a megalázottság, a nyomorúság és a szégyen érzése. És itt van ez az intézmény, amely ahelyett, hogy segítene, megoszt és uszít embert az ember ellen. Itt van előttünk a lehetőség, hogy a generációk óta cipelt nehéz terhet, mint egy zsákot letegyük. Most vagy soha! És itt van a nyelvünkön a mondat, amelyet már nem félünk kimondani. Nincsen hatalmatok felettünk! Jól figyeljetek! Mert csak egyszer fogom elmondani. Amíg Katát, Olivért, engem vagy bárkit közületek megalázhatnak, megfenyegethetnek, vagy kirúghatnak, addig nem lehet szó egyenlő felek közti megegyezésről. Amíg nem nyerjük vissza méltóságunkat, addig nincs miről beszélni. Amennyiben a kormány képviseletében Orbán Viktor miniszterelnök, és amennyiben a magyar állam képviseletében Áder János köztársasági elnök 2016. március 23-áig, azaz 8 napon belül nem kérnek bocsánatot az elmúlt 6 esztendőben megfélemlített, megalázott emberektől, azoktól, akik Magyarország jövőjéért vagy a saját jogaikért szólaltak fel, akkor 2016. március 30-ára egy órás országos munkabeszüntetésre szólítjuk fel a 70 támogató szervezetet! A 70 támogató szervezetet, a 950 intézményt, a 35 ezer magánembert, valamint a Fidesz szavazók 67%-át és a társadalom 75%-át. Sőt, mindenkit, akit érdekel gyermekeink jövője. Mi ismerünk ám nagyot álmodni? Követeljük, hogy a kormány 2016. március 23-áig cserélje le a billegő, törött lábú kerekasztalát megbízható tárgyalóasztalra. Követeljük, hogy a valódi társadalmi párbeszéd érdekében tárgyalóképes kormánytagok üljenek le tárgyalni a sajtó nyilvánossága előtt. A közoktatási platform 12 pont haladéktalan végrehajtásáról.
Ezt még egyszer mondom, hogy tárgyalóképes. Balogh Zoltán miniszter úr és Palkovics László államtitkár úr lejáratták magukat. Sem emberi, sem szakmai hozzáállásuk nem teszi őket alkalmassá arra, hogy az állam érdekeit egy ilyen tárgyalás sorozatban képviseljék. Most hozzáértő és humánus emberekre van szükségünk, és mindemellett olyanokra, akik a valódi döntéseket hozzák. Tehát, ha 2016. március 23-án éjfélig nem kérnek bocsánatot, és nem ülnek tárgyalóasztalhoz a komolyan vehető tárgyalópartnerek, akkor sztrájkolni fogunk. A helyzet azonban az, barátaim, hogy Magyarországon ma nem lehet sztrájkolni. A jelenlegi hatalom úgy változtatta meg a jogszabályokat, köztük a sztrájk törvényt is, hogy a kormánnyal csak egyetérteni szabad. Ha pedig egyetértünk, miért is sztrájkolnánk? A demokrácia megcsúfolása mindez! A szakszervezetek ignorálása, a képviselt munkavállalók megalázása érhető tetten ebben is. 2016. március 30-án pedig csak úgy sztrájkolhatunk, ha közben polgári engedetlenséget követünk el. Alkotmányos jogunk megvédeni magunkat és kinyilvánítani azt, amiben hiszünk. Ezzel a jogunkkal azonban ma csak úgy élhetünk, ha közben megsértjük a törvényt. De kérdezem én, milyen törvény az, ami a hatalmat védi a polgárokkal, az emberekkel szemben? Mi a jogunkért harcolunk, ha kell a rossz törvény ellenében is. Nem, még nem. Ennek nincs még most itt az ideje. Nincs több lehetőségünk. Mi nem kérünk, hanem követelünk. Most, vagy soha! Történelmi pillanatokat élünk, és nem mondhatjuk azt a gyermekeinknek, hogy előttünk állt a lehetőség, hogy tegyünk a jövőjükért, Magyarország jövőjéért, és mi nem éltünk vele. Abban az esetben, ha 2016. március 23 éjfélig nem kapunk választ, akkor 2016. március 30-án a Tanítanék mozgalom tanárai egy órára felfüggesztik a tanítást, és kimennek az iskola épület elé. A csatlakozó iskoláknak, intézményvezetőknek, tanároknak, iskolai dolgozóknak és szülőknek előre is köszönjük a bátorságot. Továbbá kérünk mindenkit, de legalább a társadalom 75%-át, hogy jöjjenek ők is az iskola elé. Álljon le az élet Magyarországon egy órára! Ami pedig 30-án egy óra, az egy héttel később lehet, hogy már kettő, aztán három, és így tovább. Addig, amíg meg nem érti ez a kormány, hogy egy országgal szembe nem mehet. Magyarország áll a parlamenttel szemben, uraim! Még nem késő felfogni ennek a pillanatnak a jelentőségét. Az én bátorságom a ti bátorságotok is. Ha ma nem vagyunk erősek, mi mindannyiak, munkavállalók és civilek,
ha nem járunk elől jó példával, ha nem nézünk félelem nélkül a hatalom szemébe, és nem fogunk össze egymással pártállástól függetlenül, akkor holnap már nem lesz miről beszélnünk. Mert megszűnik, mert elnéptelenedik ez az ország. Ne vigyétek el Magyarországról a gyermekeiteket! Inkább harcoljunk együtt egy jobb oktatásért, Magyarország és gyermekeink jövőjéért! Legyünk jó hazafiak! Adj 1%-ot az átlátszónak, hogy megtudd, mire megy el az adót 99%-a.